Varga Valentina, a budakeszi Pittypank sportovoda intézmény vezetője, nyomokban békát tartalmaz. Ott van a csuklóján, majd mindjárt megmutatja, ugyanis békának öltözött a farsanga. Miért? Az első tervem az volt, hogy méhecske legyek, de már többször öltöztem méhecskének, úgyhogy most azért öltöztem békának, hogy ilyen békafóbiámat egy kicsit csökkentsem, nagyon félek a békától, és hát ha ez így segít. És brekeget? Igen, a gyerekeknek. És ugye színes, vidám szín, úgyhogy a gyerekeknek nagyon tetszett. Ennyiből is kiderülhet már, hogy éppen farsang zajlik itt az óvodában. Gondolom, a gyerekek nagy örömmel várták ezt. Mennyire tettek ki magukért, nem is ők, hanem a szüleik, illetve a kollégái, a óvónők? Igen, én végigjártam a csoportot reggel, ugye ma van a farsangi felvonulás, illetve jelmezes felvonulás, hétfőn volt koncertünk, tehát egy egész hétig húzzuk ezt a farsangi mulatságot. Végigjártam a csoportokat, nagyon ötletes jelmezek voltak, tehát tényleg nagyon, nagyon kreatívak a szülők volt, aki jelzőlámpának öltözött be, és nagyon örülök, hogy volt olyan jelmez is, amiben elkészítésében a gyerekeket is bevonták, úgyhogy ennek örülök, hogy nagyon, nagyon kreatív jelmezek voltak. A vidámság indokolt? Most abból a szempontból kérdezem, hogy hogyan értékeli az első fél évet, ugye, hát ha nevelési évet szeptembertől számítjuk, akkor mi elemezte a Pittypangovit? Én mindig pozitívan értékelek mindent, meg próbálok mindent pozitívan nézni, ezt a fél évet is nagyon pozitívan nézem. 275 gyerekkel indítottuk ezt az évet, 80 kiscsoportos gyermek érkezett hozzánk, akiknek a beszoktatása még folyamatban van, de azért már sikeresnek mondható. Mindig azt mondjuk, hogy az első év mindig a beszoktatás befogadás éve a kiscsoportosoknak. 11 csoportunk van, 6 csoportban úgy dolgoznak az óvodapedagógusok, hogy pedagógia asszisztense, nagyon jól működik ez a struktúra, illetve 5 csoportban 2 fő óvodapedagógus dolgozik. Ezen felül van még gyógypedagógusunk, logopédusunk, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsés intézménynek mondhatjuk magunkat, hogy tényleg nagyon jó szakemberek vannak az óvodában. Ez mivel magyarázható, hiszen országszerte azért sokfelől hallani óvodapedagógus hiányról. Mivel tudták elérni, hogy itt rendben mennek a dolgok? Igazából azt mondtam, hogy 5-6 csoportban délután pedagógia asszisztens van, mert most már van egy olyan kormányrendelet, hogy lehet délután 2 óra után pedagógia asszisztens a csoportba, úgyhogy mi ezt használjuk ki, ezt a lehetőséget. Jó, de hát egyáltalán van mégiscsak egy szakképzett, vagy majdnem szakképzett munkaerő. Minden csoportban van szakképzett munkaerő. Hát igazából nem tudom, hogy minek tudható be, nagyon sokan tanulnak most pedagógusnak, én úgy látom, és nagyon örülök, hogy az intézményünkben is most 2 fő fog államvizsgázni, akik szeptembertől óvodapedagógusnak fognak jönni hozzánk, illetve többen elkezdik az óvodapedagógus szakot a főiskolán. Tehát az utánpótlásról is gondoskodunk házon belül. A pedagógus béremelés az jótékony hatást fejtett ki? Megítélése szerint kollégáktól milyen visszajelzéseket kap? Mindenkinek megtörtént a béremelése, a kormányrendeletben megfelelően. Minden kollégát tájékoztattam. Ugye nekünk volt egy hivatalos határidő a január 30, mindenki megkapta az új köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyát, úgyhogy igazából elindultunk ezen az új területen. Az influenza az mennyire zavarta meg a munkát? Sokan hiányoztak, gyerekek és pedagógusok is? Igen, ebben az évben elég sok volt a megbetegedés, mind felső légúti, mind bélrendszeri, tehát mindenféle betegség. A kollégákat is megtámadta, gyerekeket is, ugye nagyon sok olyan kollega van, akinek kisgyermeke van, és ugye amiatt kellett otthon maradnia, de hát igyekeztünk ezt megoldani. Csoportot nem kellett bezárni, tehát megoldottuk így házon belül a helyettesítést. Egyszer vagy kétszer volt olyan, hogy csoport összevonást kellett csinálnunk délután, hogy a kieső munkaerőt tudjuk biztosítani. Remélem, hogy influenzával nem nagyon kell számolni a közeljövőben, mert hogy itt a jó idő, itt a tavasz, feltételezem, hogy egyre több szabadtéri programra készülnek. Igen, hát mi nagyon törekszünk arra, hogy most a jelmezes felvonás után is, hogy kimenjenek a gyerekek az udvarra, ugye ez benne van a pedagógiai programunkban is, és igyekszünk minél több programot kint a szabadban megrendezni. Most amik lesznek a vízvilágnapja, a jeles napok közül lesz majd a március 15, egy huszárjátékot szervezünk a gyerekeknek, az is kint lesz a szabad a földnapja, és innentől mindent, amit lehet kint próbálunk. Beiratkozás? Május elején lesz a beiratkozás, áprilisban csipegető nap lesz, amikor előtte a szülők tájékozódhatnak az óvodánkról. Jó egészséget a második fél évhez. Köszönöm szépen.